Heb Studio Békés. Én vagyok a mesebeli vándorlegény. Sokat gyalogoltam, országot, világot bejártam, sok harcot megvívtam, és most eljöttem hozzátok, hogy meghívjalak benneteket erre a hétre, a meséjét programjaira. Vándorlegény kopogtat az egyik első osztály ajtaján. A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola hagyományos őszi mesehetére invitálja az alsós tanulókat. A november elején megrendezett témahét célja a bepillantás a mesék világába, ismerkedés a magyar népmesekincsel, keletkezésük, körülményeivel, sajátosságaival. A cél, hogy a gyerekek beleéljék magukat a mesék világába, tovább gondolják azokat, találkozzanak az élő szó varázsával. A már bevált programok közé minden évben új elemet, eseményt is tervezünk. Az idei téma héten is érdeklődő közönség előtt olvasott mesét közel 100 alsós tagozatos kisgyermek minden délben a közösségi teremben. Jutalmuk hamuban sült pogácsa volt. A helyszín ebben az évben kiegészült a Teleki utcai óvodával, ahol naponta 8-10 tanuló olvasott mesét a délutáni alvás előtt a kicsiknek. Témahetet megelőzően előzetes feladatként egy adott meséhez rajzolhattak illusztrációt a tanulók. Az elkészült munkákat az aulában állítottuk ki, a legjobban sikerült rajzok készítőit hétfőn délután jutalmaztuk. Ezen a délutánon az iskola rádióból egy rövid ismertetőt hallhattunk a mesék keletkezéséről, jellemzőikről. Ekkor vitte el a vándorlegény minden osztályhoz a mese heti rejtvényeket, amelynek megoldását a meseládába dobhatták be a hét folyamán. A hibátlan megfejtést leadó gyermekeket apró figyelmességgel jutalmaztuk. Egyszer a világon egy öreg ember, nem volt neki senkije. Talált egyszer egy szembabot, elültette az udvarába. Hát a bab kikelt, elkezdett nőni, nőtt, nőtt, nagyon nőtt. Addig nőtt, hogy egy szép magas fa lett belőle. De nem állt meg, akkor sem, hanem minden nap tovább nőtt. Fölért az égig. Hát ott már nem bír tovább nőni, hanem csak terjedni. Gyönyörű szép ágakat eresztett, minden ágból kis ág is hajlott. Az öreg ember nagyon megörült, mert jó hűvös lett az udvarában. De még csak akkor lett nagy a boldogsága, mikor a égigérő fa elkezdte hullajtani a meséket. Nem unta már magát, annyi mesét ott elment a fán, hogy hallgatni sem győzte. Teli lett vele az udvar, a falu, a város, az egész világ is. Egyszer történt, hogy a fa tetején, de éppen a közepén nőtt egy szembab. Ez a bab megérett, és leesett a fáról, és lett belőle egy szépséges kisfiú. Az öreg ember elnevezte Babszem Jankónak. Hiába örült neki, Babszem Jankó nem akart nála maradni. Elindult a világba, azt mondta neki, mennie kell, mert várják a gyerekek. Azóta vándorol, mindenhova benéz, mindenütt mesél. Csak látnátok, hogy fölcsigázza a gyerekeket? Őt hallgatják éjjel-nappal, legyen holnap a ti vendégetek.
az iskolásoknak kedden délután a városunkban ismert, illetve az iskolához valamiképp kötődő felnőttek hozták el kedves meséjüket. Több felnőttel már visszatérő találkozásunk volt ez, s úgy láttuk, örömmel jönnek el évről évre a gyerekekhez. Természetesen mindig más osztályközösséghez, akik hálásan és kedvesen fogadták most is vendégeiket. Kedden délelőtt a Teleki utcai óvoda nagycsoportosait hívtuk meg egy hétpróbára, érdekes mesés mozgásos feladatokra. A kisgyerekek némi megilletődés után kedve vettek részt ezen az eseményen, egyre jobban feloldódtak és ügyesen vették az akadályokat. Szerdán délután minden alsós gyermek részt vett egy nagyon jó hangulatú hétpróbán, melynek jutalma egy mesebeli aranytallér volt. Keddi és a csütörtöki napon egy-egy harmadik osztály részese lehetett egy igen érdekes foglalkozásnak, amelyet Károly Gitta, meseterapeuta vezetett. Az utolsó rendezvényünk vendége Kóródi Ildikó, mezőkovácsházi meseíró volt, akinek négy kísérője, hatodik osztályos tanulók az ő általa megálmodott történeteket olvasták el a békési hallgatóságnak. A hetet a vándorlegény értékelte és zárta be. Témahetet nagyon hasznosnak tartjuk, hiszen remélhetőleg színesítette tanulóink mindennapjait, s talán közelebb vitte őket a varázslatos mesevilághoz. Szeretnénk, ha az ott szerzett élmények elkísérnék őket a többi napon is. Hét sikere az alsós tagozatos tanítók, az iskolai könyvtáros, a stúdiósok munkáját dicséri. Köszönjük a Teleki utcai óvoda partneri együttműködését. Anyagi támogatást a Happy Iskola gyermekeiért alapítvány és iskolánk diákönkormányzata adott. Thank you.
Minden pillanat az élet mozaik köve. Amit életnek nevezünk, az végül is nem más, mint számtalan pillanat gyűjteménye. 2 év után ismét olyan pillanathoz érkezett az iskolánk, amit csak együtt tudunk megteremteni. Jó tett helyében jót vár, mondja a magyar közmondás. Az eddigiekben minden alkalommal mellék álltak a támogatói és a szülői közösség is. Ma is így van ez. Megköszönöm a szülők együttműködését, a mai este szervezésében nyújtott segítségét. Idei vállalunk célja, hogy iskolán mindennapjaihoz, a tanulmányi munkához, illetve a szabadidős programokhoz nyújtsunk támogatást. A bevételt a gyerekek iskolai környezetének szépítésére, rendezvények megvalósítására fordítjuk. A fenti cél megvalósulásához önök is hozzájárulnak, kedves vendégeim. Köszönöm valamennyi támogatóknak, hogy ismét létrejöhetett ez a mai sikeresnek ígérkező rendezvény. Engedjék meg, hogy az egész HEP család köszönetét tolmácsoljam Békésvárosnak és a Dr. HEP Ferenc Általános Iskolának azért, ahogy méltóképpen ápolják és gondozzák a névadó Dr. HEP Ferenc emlékét. Mindezt annak érdekében, hogy a következő nemzedékek is ismerjék és büszkék legyenek a rendkívül sokoldalú, kimagasló eredményeket elérő sportdiplomatára, a magyar sporttörténet kiemelkedő egyéniségére. Mint a bár főérnöke, kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást a mai estén. Én azt kívánom, hogy érezzék jól magukat, vásároljanak minél több tombolát, és licitálják. Hiszen a Biblia is megmondja, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten, tehát adakozzanak, mert ennél nemesebb cél nem lehet. Kedves egészségükre, mindenkinek jó szórakozást kívánok! Thank you.
ha novemberben egy hétfőn sporttal és egészséges életmóddal táplálkozással kapcsolatos montázsok jelennek meg az iskola folyosóin, biztosak lehetünk benne, hogy Samu Hedvig tanárnő most is elindította a Dr. Hepp Ferenc iskola hagyományos egészségheti programsorozatát. Ebben az évben is minden alsós és felsős osztály részt vett az eseményben. Az első napon egészségvédelmi totót oldhattak meg, melyet a folyosón elhelyezett gyűjtőládába dobtak. Kedd a gyakorlat és az elmélet jegyében telt. A 7C osztályosok irányításával a tornateremben Cinegetánc néven az Alma zenekar nótájára zenés ugrabugrálással vidám hangulatban telt az első szünet. Hess le róla Cinegetánc. A második és a harmadik óra alatt az egészséges fogápolásról és személyi higiéniáról tartott előadást a közösségi teremben Tompa Szabina iskolánk védőnője. Előbb az alsós, majd a felsős osztályok képviselői hallgathatták meg a jó tanácsokat. Ugyanezen a napon délután az egészség témájához kapcsolódó versek és prezentációk bemutatása zajlott a közösségi teremben. Táplálkozás, mozgás, víz, napfény, levegő, helyes ritmus és pihenés, mértékletesség, lelki egyensúly. A táplálkozás. Testünk egészségi állapotát a legközvetlenebb módon táplálkozással tudjuk befolyásolni. A táplálkozás célja a test karbantartása és az egészség megőrzése. Otthonunk veszélyeket is rejt. Sok vigyázatlan embert érhet saját lakásában baleset. És ha már megtörtént a baj, jó, ha rendelkezünk némi elsősegélynyújtási ismerettel. Szerdán délelőtt Samu Hedvig tanárnő és az elsősegélynyújtó szakkör tagjai mutatták be tudásukat betegvizsgálat és ellátás témában. A bátrabbak ki is próbálhatták az alkalmazott mesterfogásokat. A szerdai délutáni programok a tornateremben zajlottak. Testnevelő tanáraink vezetésével egészségmegőrző, sportvetélkedő zajlott az 5-6, majd a 7-8 osztályos gyerekek csapatai között. A csütörtöki nap sokféle programot kínált az érdeklődőknek. Most is volt cinegetánc a tornateremben. Az aulában védőnőnk népszerű egészségkerekes játékot vezetett, melyben a kérdésre helyesen válaszolók nyereményért pörgethettek. Mellettünk Daciné Dús Julianna által vezetett Békési Biokultúra Egyesület mutatta be vegyszermentes kertészeti módszerekkel nevelt zöldségeit és gyümölcseit, melyeket gusztusos tálalásban megkóstolhattunk, illetve ihattunk a zöldség és gyümölcslevekből is. A délelőtt folyamán diákjaink egy része látogatást tett a Szépségvarázs stúdió kozmetikájában, ahol Szabóné Hagymási Anikó mesterkozmetikus vezette be az ifjú lányokat a szépségápolás művészetébe.
Eközben a tornateremben újra szólt a zene. Domokos Petrával és Durkó Judittal aerobikozhattak felsős tanulóink. A tornatermi programnak délután is volt folytatása. Korcsok György irányításával a felsősök kosaras játékokban élhették ki egészséges mozgásigényüket. Pénteki napra jutott a projekt értékelése. A főszervező Samu Hedvig tanárnő a közösségi teremben értékelte a gyerekek teljesítményét. Az első három helyezett osztály képviselői pedig jutalmat vehettek át. Természettudományos munkaközösség által szervezett egészséghét segítője volt a HEP Studio, a testnevelés munkaközösség, Dávidné Gyarmati Zsuzsanna tanárnő, a diák önkormányzat vezetője és Tompa Szabina védőnő. A projektet támogatta az iskola diák önkormányzata, a HEP iskola gyermekeiért alapítvány, valamint a Biokultúra Egyesület. Köszönjük munkájukat!